Kocka Foci, a VB szabadszájú kibeszélő műsora. A stúdióban Vogyerák Anikó. Köszöntöm Önöket, köszöntelek titeket itt az élő streamben és a Meccs 4 műsorában is. Mitől ilyen brutálisan drága az idei VB? Hogyan lehet szurkolói hangulatot varázsolni télen, és vajon elterjedhet-e a japánok jó szokása, tudjátok, hogy rendet raknak maguk után egy meccs következtében. Ezekről is beszélgetünk az eredmények mellett, lássuk, hogy kikkel. Vendégem Gyenesei Leila, világbajnok öttusázó műsorvezető a Meccs 4-en. Köszöntelek. Szia. Monoki Lehel, aki a Meccs 4 műsorvezetője. Sziasztok, jó napot. És Sebők Vilmos, válogatott labdarúgó szakkommentátor. Köszöntelek. Sziasztok. Titeket. És ne felejtjétek, hogy ma is lehet majd játszani velünk, lesz egy kvízjátékunk, 8 kérdéssel készülünk, és a KFC-nek mindenféle voucherét lehet majd megnyerni, akár 15.000 forintot is. Ebédelhet, vacsorázhat az, aki jól válaszol majd, úgyhogy később majd ez is lesz. No, hát télen igen nehéz szurkolói hangulatot varázsolni, hiszen azt szoktuk meg mondjuk, hogy nyitott sörsátrak vannak, mindenki jöhet, mehet az utcán, ordibálhat, sörözhet, ugye, amit már meg kitárgyaltunk, hogy sörözni itt nem lehet. Van, akinek sikerült, nézzük meg egy rövid bejátszót, hogy az angolok hogyan oldották meg, és ők milyen hangulatot varázsoltak, és kíváncsi vagyok arra, hogy ti hogyan szoktatok szurkolni, vagy szerintetek milyen az ideális. És itt egyébként az a megszokott, hogy a szurkolói zónába is jegyet kell vásárolni, ugyanúgy, mint hogyha mondjuk meccsre mennél. Nálunk ez azért nem megszokott, nem? Hát azért én emlékszem 2016-ban, amikor az Európa-bajnokságra először kijutott hosszú idő után a magyar válogatott, az nyár volt, és ott is minden, gyakorlatilag minden szabadtéri plac tele volt. Tehát én nem vagyok az a típus, aki szeret másokkal meccset nézni, mert tényleg? Akkor nem. Mert te egyedül vagy a stadionban? Nem úgy értem, a stadion az más, de mondjuk kiülsz egy ilyen szabadságtérre mondjuk a Willivel, akkor tudja, hogy nem a meccset fogjuk nézni, hanem nem dumálunk. Mit? Hát egymást. Egymást. Dumálunk valamiről, beszélgetünk, és nekem nagyon elvonja a figyelmemet, hogyha társaságban nézek meccset. Tehát én leginkább egyébként egyedül szeretek mérkőzésben. Hát én meg pont nem. Hát én pont az ellenkezője vagyok. Tegnap a nagy baráti társasággal néztük a brazil meccset. Végre egy jó meccs. És vissza tudod valahol idézni? Valahol elmentetek valahova? Elmentünk, igen, egy étterembe, és ott néztük. Vízipipáztunk, mert ugye arabok Katar. Vagyunk, araboknak érezzük magunkat, aha. És ott vagyunk Katarban, és vízipipa, és brazil meccs. Úgyhogy 30 fok? 30 fok. Nem mondtuk, hogy nem kell légkondi, és 30 fok. És ment a 30 fok, úgyhogy jó hangulatba telt a tegnap este. Jó, egyébként biztos én megyek szembe a forgalomban, meg hát is mindig hülyének néznek a Vili is, hogy itt nem. De én akkor tudok igazán figyelni is, nem csak nézni a meccset. A Vili csak nézi, de hát most... Azt, hogy mit tudsz visszaidézni a tegnapi meccsből, hiába kérdezem, gondolom. A sárga mezes játszott a... Majd mindjárt kielemezzük, jó? Szerintem te nehezen tudsz kiengedni akár meccsnézés közben is, amikor alapvetően nem dolgozol, de mégiscsak valahogy úgy jár az agyad, mintha dolgoznál, és talán ezért szerető inkább egyedül meccset nézni. Nálam ez, hogy most télen van vagy nyáron van, nem akkora probléma, hiszen van egy csomó téli sportág, aminél hatalmas hangulatok vannak, és semmi gond nincs, tehát a téli olimpián is jó a hangulat. Tehát ez csak a foci világbajnokság kapcsán most nem annyira megszokott, de hogy alapvetően, tehát azért vannak olyan téli események, ahol ugyanúgy lehet szurkolni, és a forralt bort is lehet inni mondjuk egy európai országban, tehát nem csak a jéghideg sört. Elcsoltam az ital, mikor kerül el, de sokat nem kellett várni, és meglepő módon Leilától, igen. Hát én vállalom. Azért én azt gondolom, hogy mégis más a hangulata egy foci meccs nézésnek, szurkolásnak. Más az, hogyha tavasszal, nyáron van, jó időben, tényleg, amikor már eleve annak hangulata van, hogy összegyűlik a banda, oda mennek az adott helyre, ahol szurkolni fognak, utána meg, no de pláne, hogy milyen hangulat tud lenni, pláne, hogyha mondjuk nyer a csapatod, mint jó, télen, hát most amikor azért cidri van, azért, meg hol a kabátom, összejött a banda. Sáladat hazahoztad. De összejött a banda, most azért nem nyitott a maximum felett ez helyen. Ez a megszokás de... szerintem, hogy a VB az egyet jelent a nyárral, rövid ujjú póló, Nekünk. Tehát igen. Nekünk európaiaknak. Tehát, hogyha ezt Ausztráliából nézed, ő nekik az egy téli évszak. Tehát, hogy... Milyen kis cseles. Téli hónap. És Katarban mi van most?
Ott is tél. Ott is tél van. Igen. Csak most, tehát ott nem lehet nyáron. 30 fok. A tél az 30 fok. Igen. Jó, de egyébként meg erre a klímára viszont, vagy klímáról beszéltünk, egyébként mindenki mondja, hogy hőség van most Katarban. Ez szerintem abszolút nincs hőség, tehát ebben ezzel nem értek egyet. Ez a kint dolgozó magyar újságíróktól 28-30 fok az nem hőség. Hát kint dolgozó magyar újságírók fáznak konkrétan, mert légkondival fújják be a hideg levegőt a lelátóra is, meg nyilván a pályán lévőkre is. Micsoda borzalmat kell nekik megélni. Hosszú jó. Na jó, de nem szenvednek a melegbe tőle, ez a lényeg. Nem, csak megfáznak. Na jó. Ott én még nem hallottam, hogy megfázott volna. Rezsiválság ezek szerint, tehát hogyha egy stadion tudsz klímákkal hát tenni, a költségek, így, igen, kicsit az így elképesztő. Hát meg is dobja. Ugorjunk akkor egy témát, szerintem bejárta szerintem az egész világot, az a fotó, meg sok videó is, biztos vagyok benne, hogy hozzátok is eljutott, hogy hát a japánok a meccs után micsoda rendet raktak, ami sokakat meglepett. Sokak szerint egyébként ennek kellene a normálisnak lennie, itt pont egy fotót látunk, hogy patikat is. Ez a meccs után, nem a meccs előtt. Az milyen felirat, azt tudjuk? Spasiba, köszönjük. Ezek oroszok voltak amúgy, vagy nem oroszul, ez még az előző VB. Ez még az előző VB amúgy, mert hogy a Spasiba az oroszul azt jelenti, hogy köszönöm. Ez 2018-as VB-ről készült. Igen, azt akart egy mondta az Anikó, hogy meglepett bennünket, hát igen, aki 4 évvel ezelőtt látta a VB-t, ugyanezt csináltak ott is igen. A japánok, tehát igen. ez a... Most hajtogattak is, annyira kedvesek. Szerintem meg nem volt ennyi social médiás videó arról, hogy ők fogták magukat, és hoztak magukkal ugye szemetes zsákokat. Tök evidens volt, hogy vége a meccsnek, örülünk, vagy nem örülünk, és akkor előveszi a kis szemetes zsákot, és összepakol mindent. Szerintetek ez elterjedhet, vagy csak ilyen jaj, a japánok tudok? Hát a Viliék idejében, hogyha megnézted volna az öltözőt, de nem, csak Viliék idejében, ez a kubás kultúra. Hallod, Vili, hát én focista lennék, és a japán válogatotton kívüli csapat tagja lennék, én elszégyelném magam, megmondom őszintén. Tehát látom ezt a képet, és azt látom, már ezt a Strébert itt, meg ezt a jó fiút, nem hiszek én neked. Jó gyerekszobám, Vili, azért, tehát én tudom, hogy jó gyerekszobám, de te is a öltözőben nőttél föl, és azért ez a mi kultúránk, ez az európai kultúra kicsit más. Lehet tanulni, érdekel, hogy így legyintünk rájuk, hogy jaj, hát ők cukik meg japánok, és akkor rendet raknak, vagy elindulhat-e bármi ebből kifolyólag, hogy most tényleg az egész világ erről beszéltem egy csután, hogy nézzétek, de rendesek. Hogy akkor nem tudom, valamelyik edzőnek eszébe hát láttam egy videót, most, hogy mondod. Hát láttam egy videót, a tunéziaiak ugyanígy megcsinálták ugyanezt most, egy videó fel is került, tehát ők is tanultak pedig hát azért Tunézia, most nem akarom ugye összehasonlítani a két kultúrát, ugye Észak-Afrika, meg ugye Japán, és a tunéziek is ugyanezt megcsinálták most a meccs után az öltözőben. Ragadós lehet a jó példa? Mert biztos tudják, hogy majd egy ilyen műsorban beszélni fogunk, akkor így róluk is. És akkor a tunéziek. És ez egy ilyen csapatnál szerintem a csapategységet is tudja összetartani, hogy vége van egy meccsnek. Igen, és akkor nem, tehát nem szemetelünk magunk után, tehát otthon is vigyázunk arra a rendre, ami van, tehát ezt valakinek utána meg kell csinálni. Igen, és hogyha én dobom el, akkor én szedjem föl, tehát valahogy én így gondolkozom. Ők úgy reagáltak erre, amikor így kapták a kis fejbubizást, hogy jaj, de ügyesek, meg okosak, meg aranyosak vagytok, meg rendesek, hogyha nem is értik, hogy miről beszélnek, igen, meg miért jár a dicséret. Mert hogy nekik ez természetes, hogy például ők, hogyha egy, nem tudom, egy illemhelyen vannak, ami nyilvános helyen van, akkor ők azt konkrétan kitakarítják maguk után, tehát hogy abszolút benne van a kultúrájukban. Igen, tehát ezt hát fiába... mi ettől messze vagyunk azért. Ragozzuk, igen, de nehezen fogunk ideig eljutni. Na, hát ez az igazság. Legalábbis én lehet, hogy te nem tudom, de már ott vagy lassan. De ez jó, hogy a már a szemed is egy ilyen vagy. Semmit sem nem vagy mondani, teljesen megadom a szót, jó? Tudjátok, hogy kettem, hogy ők beszélgetnek kettem, és akkor kész. Tessék, a Pink kolléginával. Szóval, hogy a foci VB-t, vannak ilyen statisztikák, hogy a föld lakosságának a fele nézi. Tehát, hogyha a foci VB-n történik egy ilyen esemény, akkor sokkal több emberhez juthat el az, hogy igenis rendet kell tenni magunk után. Hogyha ezt egy, hát nem akarok hazabeszélni, de egy öttusa versenye, nyilvánvalóan sokkal kevesebben nézik. Tehát, az öttusázók rendesek?
Szerintem van ilyen. A lócitromot összelapátolod? De mit csinálsz lócitromot? Most már nem kell. Egyébként én, tehát hogy egy lovasportban ott nem elfogadott az, hogy a ló nem makulátlanul tiszta, amikor felülsz rá, és senki nem tisztította le azt a lovat helyettem, amikor felültem. Minden edzés előtt az körülbelül egy ilyen félórás program volt. Tehát, hogy megvan az a fegyelmezettség, vagy a vívásnál is, hogy az a plasztron, az a ruha, az gyönyörű hófehér legyen. Hoppá. No, hát ezt nem most fogjuk szerintem megfejteni valószínűleg. A lényeg az, hogy ezek azok rendesek, a focisok. Nem, azt mondtam, hogy ember válogatja. De én meg azt mondom, az kész. De az tök jó, hogy ezt sokan látják, és emiatt lehet ez egy fontos példa. No, hát hogyha valaki elég szerencsés, és mondjuk kijuthatott Katárba, és ott szurkolhat, vagy ott nézheti a meccseket, az bizony sok mindennel szembesül, nem csak azzal, hogy mondjuk nincsen sör, vagy nehezen kapni, hanem hogy minden iszonyatosan drága. De megvan az oka, hogy miért ez lesz a következő témánk. A legcsípősebb téma támogatója a KFC. Mert hogy tényleg minden irgalmatlanul drága, mutatunk majd egyébként felvételt arról is, hogy vannak ilyen egyszerű sátras szállások is, amik 80 ezer forint egy éjszakára. De a lényeg az, hogy ugye eleve onnan indul, a minden drága lesz, hogy ez a valaha volt legdrágább VB rendezés. Gyűjtöttem egyébként mindenféle adatot, 220 milliárd dollár volt az, hogy a katari világbajnokságot létrehozzák. Ugye a legnagyobb költség egyébként ennek az volt, közben azt láthatják a nézők, hogy ki mennyit költött eddig. Tehát látszódik, hogy irgalmatlan pénzt szórtak el az Egyesült Államokból, a kataria. A legtöbb pénzt az vitte el, hogy ugye stadionokat kellett kvázi a nulláról építeni, hogyha jól emlékszem, ez 6,5 milliárd dollár volt csak az, hogy stadionokat húznak fel, aminek sok értelme volt, hiszen mondjuk egy stadionban azt hiszem 80 ezeren férnek el a mostani stadionokban, és összesen mondjuk innentől kezdve, hogyha ennek a VB-nek vége, akkor a legnagyobb meccsnézés ever létszám az azt hiszem 1500, akik eddig leültek meccset nézni Katárban. Tehát kérdés, hogy ezekkel majd mit fognak kezdeni. Szóval mindenki azt látja, hogy ez egy ilyen pénzkidobás, iszonyatos pénzek mennek el arra, hogy ők megrendezhessék ezt. Ugyanakkor még mindig nyereségesnek tűnik számukra a számítások szerint. Kicsit olyan, mint a fesztiválok szerintem, hogy mindenki előtte elmondja, hogy milyen baromi drága, és mindig tele van, és mindig általában, most a tavaly évben mondjuk nem, de általában azért nyereségesek. Szerintem úgy van vele az ember, hogy a focira nem sajnálja. Négy évente, főleg, hogyha a csapatot kijut oda. Én emlékszem, hogy nagyjából 10 évvel ezelőtt voltam először Manchesterben, úgy mentem ki egy manchesteri derbire, Manchester United, Manchester City meccs, hogy nem volt jegyünk. És mondtuk, hogy baromi drága, biztos, hogy nem fogunk ott venni se, meg nem is lehet. És akkor az volt a cél, hogy majd a szurkolói zónába, igen, megnézzük a meccset. És már olyan is hangulata van. Olyan szinten átvetted azt a hangulatot, és átérezted azt, hogy úristen, itt egy City United lesz, hogy körülbelül jegyenként 120 ezer forintért vettünk a barátommal jegyet. 10 évvel ezelőtt. 10 évvel ezelőtt. És így mai fejjel, atyai jeg, és ott meg szerintem ugyanez ez úgy visz sodor a lendület, meg a hangulat, és úgy megveszed 8000-ért is, mit tudom én mit. Az egyik dolog szurkolói szemmel szerintem, mert hogyha itt ott van a csapatod, és igen, 4 évente, akkor rááldozott spórolsz rá, tehát nyilván mindenki a saját mércéje alapján, de alapvetően, hogyha ezt egy kicsit úgy globálisan nézzük, ez egy borzalmas nagy pazarlás. Tehát amit te is mondtál, hogy azok a stadionok, azok nem biztos, hogy ki lesznek használva azok a jövőben. Azok jó rész az elbontható stadionok. Ja, igen. Ők ezt úgy próbálják egyébként áthidalni, hogy például a szurkolói zónákat, amiket felállítottak, és hát erről kerültek ki videók egyébként, amelyek bolyonganak így az interneten, hogy micsoda a körülmények közt kell szerencsétlen szurkolóknak megszállni, majd meg is tudunk mutatni ebből egy példát, 80 ezer forintért per éjszaka egyébként, hogy ezeket majd utána Káter eleve felajánlja, felajánlja olyan országoknak, ahol igen, például menekült táborokat kell létesíteni, vagy bármi. Úgyhogy a pazarlást például ezzel is próbálják kiküszöbölni. Nézzük meg a videót, hogy néz ki, hogy ti is lássátok.
Mindegy. Szóval így néz ki egy szurkolói zóna, 80 ezer forint. Nem annyira egyébként, extra. De választottad azt is, gyűjtöttem, mondom, nagyon izgi adatokat, hogy ami luxusnak számít, az az, hogyha elmész egy úszószállodába, ugye mindenféle ilyen óceánjáró hajókat is pattintottak oda, ott 190 ezer forint egy éjszaka, de rögtön csak akkor, hogyha kettőt foglalsz. Tehát, hogy lehet, hogy 190, de az csak akkor, hogyha duplázsz. Jó, de most értjük, de tudjuk, hogy milyen kiadások voltak, hát valahol vissza kell hozni. Tehát most, és nem csak ezt, hanem nincs elég hely. Tehát a 80%-át a szállásoknak a FIFA lefoglalta. Átrepülnek, Dubajba laknak, és átrepülnek egy óra alatt Dohába. És jönnek, mennek a meccsek között. Hát gondolj, hogy egy óra. Tehát az amit, hogyha beülni a kocsiba, és elmenni mondjuk, mit tudom én, Győrbe egy óra, és utána csak repülőre ülsz, és egy óra alatt ott vagy. És ott lehet inni, lehet csajozni Dubajban, úgyhogy... Jó, hogy Dubajban igen, nincs állandóan promózod valahogy. Nincs. Hát nem már olyan nincs. Tehát nem azt mondtad az előző adásban, hogy te bevásárolsz a repülőtéren. A repülőtéren bevásárolsz. A kis nejlonszatyromra. Jó, de szórakozó helyeken, éttermekben van alkohol, de kis közértben nincs alkohol, de bevásárolsz ügyesen a Duty Free-be, és... Jó, elmulatott az időt. Kata nem erről szól. Sebők idegen vezetője most. Tehát, hát ezt már kifejtettem igen, az előző adásban is. De a Közel-Kelet szakértője van. Mondhatjuk, nem Vili? Minden szinten. Pontosan. Hallod Vili, te hogy csétálsz bele ezekbe? Lehel azt már mondta, hogy 120 ezeret képes volt kifizetni egy jegyért. Én mondtam. Ja, te voltam. Ja, jó, hát 10 éve, igen. Az előző. De az nagy pénz volt. Az óriási pénz. Persze. De ha már kimentél, persze, hogy mindent tettem. De valaha egyébként, mondjuk nem tudom, hogy Leila, te voltál-e hasonló bármilyen szituációban, vagy akármilyen meccsre, koncertre, mert azt is belevetjük, fesztivál, bármi, ahol ilyen irgalmatlan lóvét kifizet az ember, bocsánat, azért, mert megéri. Bocsánat, hogy de életében először volt fesztiválom, most nyáron a Leila, ugye, a Szigeten. Hát 36 évet kellett igen, erre várni, igen, tehát igen. Így alakult valahogy. Mindennek eljön az ideje. Mindennek eljön az ideje, igen, viszont most rögtön kétszer is. Ja, két napot voltunk. Igen, igen. Én nekem ilyen élményeim nincsenek, hogy ilyen bődületesen hatalmas összeget elbírtam volna költeni egy alkalomra. Hát most annál egy kicsit a Leila spórolósat. Én tényleg spórolós vagyok. Ha 150 forintot kiad valamire, ő azt is felírja. Ez a viccen kívül. Hát mások vagyunk ebbe, hogy már egyébként. Én nagyon vonalas vagyok bizonyos helyzetekben, tehát én pontosan tudom, hogy mit, miért, mennyi, tehát hogy mindegy, én így élek, valószínűleg, hogy ilyen családból jövök, ahol ez egy ilyen nagyon megszokott séma volt, és valahogy ebben érzem magamat komfortosan. Tehát nem, egyszer nem tudom elképzelni azt, hogy 120 ezer forintot, mert tudom, hogy mennyit kell azért dolgozni. Egy darab jegyre én elköltsek. Jó, hát ezt majd megszavaztathatjuk legközelebb egyébként, hogy a nézők közül ki milyen. No, játszunk egyet mindenképpen, és szeretném, hogyha ti is csatlakoznátok most ez alkalommal. Vízjátékunk következik. És itt van velünk a jól ismert hang, Kaci is. Üdvözöllek, hallasz minket? Szia, igen, hallak, remélem ti is hallatok engem. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. No, akkor kérlek, mondd el a játékszabályokat, hát ha valaki nem figyelt a múltkor. Oké, végtelenül egyszerű lesz a feladat. Látnak a nézők egy QR kódot már a képernyőn, ezt be tudják olvasni az okostelefonjuk segítségével, vagy csatlakozhatnak úgy, hogy megnyitnak egy böngésző ablakot, és bepötyögik, hogy go.dualbox.com, aztán pedig beírják azt a képen látható SHMJ1L kódot, így tudnak belépni a mi kis játékunkba. Úgy látom, hogy néhányaknak ez már megy is, úgyhogy nagyon örülök, hogy viszonylag könnyen vették az akadályokat, és bele fogunk vágni egy-két perc múlva ebbe a kis játékba, ahogy te is említetted, 8 focis kérdést fogunk majd feltenni, ezekre kell csak válaszolni, és értékes ajándékokat lehet nyerni vele. Elmondom, hogy milyen ajándékokat, te pedig utána majd mondd el, hogy milyen típusú kérdésekkel készültél, mert ugye itt volt olyan, amikor ki kellett választani, volt olyan, amikor tippelni kellett, volt olyan, amikor sorba kellett rakni. A helyes megfejtők között egyébként majd a legjobbak, az első 5-öt fogjuk díjazni. Az első helyezett 15 ezer forint értékű KFC utalványt kaphat majd, a második helyezett 10 ezer forintot, a harmadik 8, és a negyedik, ötödik helyezett is kap utalványt 5-5 ezer forintért. Ebédelt vacsorázhat, vagy csak úgy uzsonnázhat egyet a KFC. Szóval milyen típusú kérdésekkel készültél? Egyszerűsítettünk egy kicsit a formulán. Az első adásban talán kicsit gonosz módon a sorbarendezős feladatokra nagyon kevés volt az idő, úgyhogy most úgy gondoltuk, hogy ezeket elengedjük, és megmaradunk csak
Itt az a hagyományos ABCD kvíz kérdéseknél, ahol ugye 25%-uk van az embereknek, illetve lesz majd egy ilyen tippjátékunk, ahol egy konkrét számot kell majd megtippelni. És hát azt szeretnénk, ha most a vendégeink is be tudnának ebbe csatlakozni, úgyhogy nagyon kíváncsiak leszünk arra, hogy hogy megy most nekik ez a játék. Na, a vendégeket arra kérem majd itt a stúdióban, hogy játszunk együtt, de semmiképpen ne tippelgessetek addig egyébként, amíg nem járt le az idő, hogy ne segítsük, vagy ne befolyásoljuk majd a nézőknek. Félrevezetni nem lehet a félrevezetni lehet minden. Privátban nem lehet. Privátban nem lehet. Ja, de simán közben nyomkodj a telefonodat, légy szíves, hát ha nyersz egyet, és kapsz egy utalványt. Éhes vagy? Hát, Paci, közben szóljál, hogy elindítsd. Én nagyon szeretek enni. Szerintem nyugodtan, Leila becsatlakozzon, és akkor legalább bizonyíthat. Kéri, Kaci. Én nagyon, igen. Jó, Leila. Csak... És legalább meg tudjuk mutatni, mennyire egyszerű csatlakozni ez a játékhoz. Please enter your code. Aha, de a kérdések nem lesznek egyszerűek, most mondom. Leila, készülj fel. Neked nem. Nem lesznek egyszerűek. Segítesz, Vili? Nem, pont azt mondom, hogy nem szabad csúgni, meg segíteni, de itt a telefonon. Hát ja, nem, segítek. Hát dehogy segítek. Na, egyébként ne kérlek, mert befolyásoljuk a játékot. Nem, segíts neki. Nem, ez az én saját játékom lesz, lesz így a dicsőség is az enyém lesz. És nem adsz a csirkétből senkinek. Nem megeszem az összeset. Úgyhogy... Hogy állunk? Ha a Leila is bent van, én be tudtam jelentkezni. Bent van a Leila is, azt mondja. Üdvözlünk, hamarosan kezdünk. Jó, hamarosan kezdjük. Ezt kell látni. Elképesztő, fantasztikus. Bele is vágunk. Na, vágjunk bele. Jó, olyan vagy. Mindenki látni fogja a kérdéseket a saját. Beizgulok. Ne segíts neki. Felkészültek. Majd a streamben is. Rendben segíts neki. Jó. Úgyhogy... Érdemes minél gyorsabban válaszolni, mert minél gyorsabban válaszoltak, annál több pontot. A gyorsaság is számít, csak mondom, neked is, és a nézőknek is, mert ugye, ahogy mondja Kati, annál több pontot kapsz. No, fussunk neki! Jön az első kérdés. Ki az egyetlen játékos, aki három különböző csapattal is bajnokok ligáját tudott nyerni? Na tessék, nagyon gyorsan tippelni egyet. Na, akkor mutasd meg. Na. Leila jól tippel. Ketyeg az óra. Nem, Leila a leggyorsabb. És már tippeltél? Igen, és akkor ilyenkor így beszűrkül. Annyit hadd segítsen. Az a név. Jó, és ennyi? Tehát, hogy csak így villog. Annyit segíts, hogy fekete bőrű tessék. Real Madrid. Akkor már... Na, nézzük, hogy akkor mi a helyes megfejtés, mert ilyenkor azt is meg tudjuk mutatni. Az. És nyertél? Sikerült. Igen. Jó vagy. Helyes. Figyelj, nem tudom, hogy fogjuk kitalálni, a benne vagy az elsőd, vagy ezt nem buddezzuk meg. Vagy felajánlod valakit. Én felajánlom mindenképpen. Tehát... Na, akkor menjünk tovább. Vagy velem elmehet a KFC-be. Hoppá! Bravo, gyerekek. Ez egy randi műsor. Ha én nyerek, akkor én jöttek. Azt hiszem, hogy hirtelen sokkal lett a játék. Szerintem egyre többen fognak kellene most belépni itt játszani. Na, lássuk a következő kérdést ennek tükrében. Nagyon jó. Izgulok. Na. Ez tényleg nem volt nehéz kérdés. Ezt te nem tudtad. De, hogy nem tudtam, hogy nem mondtam, hogy fekete bőrű. De, hogy mondtad. Hát ez azért. Na. Melyik ország csapata nem nyert még Európa-bajnokságot? Dánia, Görögország, Belgium, Hollandia. Ki ne mondjad a szót, vagy betűt, vagy nem tudom mit, mert azzal segítesz. Jó, annyit segít. Életem egyik ilyen. Annyit segítünk, hogy... Nem éri segíteni. Ez egy nagyon könnyű. Lejárt az idő, úgyhogy most már elmondhatják. A Vilinek nem. Én kettőt egyből kizártam, úgyhogy én nem fociztam, ugye? Tehát, hogy én kettőt ki tudtam zárni, és kettő közül vaciláltam. Nem is a tulipánosok. Nem a tulipánosok, nem a gírososok. És nem a... Kaci, mutasd meg nekünk, kérlek. Hát ez egy szenszíva. Nem az a csapat, amelyikben a hős játszik, aki visszatért. Igen, az Eriksen. Az EB után. És nem jó. Az Eriksen. Mehetünk tovább, Leila? Mehetünk, igen, izgatott vagyok. Hány kérdés van összesen? 8? De hogy fogja megnyerni? Jön a harmadik kérdés. Melyik ország klubjában nem játszott Rivaldo? Görögország, Olaszország, Portugália, Üzbegisztán. Hát. Na, hogy? Ha? Nem. Alábeszélnek, hogy nehogy hallják. Figyeljetek, így még ilyen... Na most nem. Már mondhatjátok. Most már mondhatjátok, igen. Én C-t mondtam. C-t mondtál? Aha. Üzbegisztánban biztos, hogy játszott görögbe és a olimpiákhozba. Milánba játszott. De én nem emlékszem, Olaszországban hol játszott. Na, Milánba. Nem, Portugália. Azért mondom, mert nem emlékszem olaszban, hogy játszott volna.
Hát az volt, igen. Vagy hogy játszott? Na, hát játszott ott. Ja, jó, jó, tényleg. Hát az jó, jó, akkor jó. Milánban játszott a Milánban. Milánban volt. Milán. Én ezt Lehel. Lehelnek köszönjük ezt a tippet. Ezt Lehelnek köszönjük, igen. Akkor igen, jó volt. Üzbegisztánban. Na, melyik csapatban játszott Üzbegisztánban, tessék? Na? Kapcsolom. Figyeljetek, mi döntötte el az olaszok elődöntőjét abban az évben, amikor először nyertek Európa-bajnokságot? Pénzfeldobás, aranygól, büntető, ne utólag megmondtak egy gólt. Én azt hallom, majd elmesélek egy sztorit. Jó, még ne. Mesélek egy sztorit. Már mondhatod is. Na, mi a sztori? A pénzfeldobás. Na, és mi a sztori? Az, hogy utána megtalálták ezt a pénzt, és mert úgy volt, hogy az első pénzérm az valahova eltűnt, mert azt hiszem az öltözőbe dobták föl, és ott legurult valami csatornán, és utána megtalálták, és nem az volt, ami a második dobásnál volt. Tehát nem az olaszoknak kedvezett. Kétszer dobták fel akkor. Dobták fel, igen, igen. Hát ez nem hallottam, ezt most állított ki ezt a sztori. És tényleg pénzfeldobással nyertek? Igen, igen, az 68-ban történt. 68. Igen, szerintem mert ugye nem hozott lesz eredményt a hosszabbítás sem. Igen. Paci fontos infokat adott nekem ehhez. És pénzfeldobás? A döntőben is döntetlen lett a végeredmény, de azt újra játszották egy utólag megadtak egy gólt. Na, és? És utólag megadtak. A VAR megadott egy gólt. 68-ban. Na? Ott van. Így igaz. Így, helyes. Mondom, megtalálták azt a pénzt. Tényleg? Hát ezt még nem hallottam. Nem hallottad? Na, ennek majd utána nézek. Nem hiszek neked. Ma is tanultál valamit. Semmi kamuzik. Na, és akkor megyünk a második kategóriára. Én vagyok. Na, vége? A második kategória fog következni. Eddig te vagy az első egyébként. Amikor tippelni kell, ugye? Bizony, nem fogunk választ lehetőségeket adni. Akinek ismerős a hosszfoglaló, az mondom a stúdióba is, mert ők nem hallanak téged, Paci. Itt nem lesz válasz lehetőség semmi, neked kell beírni majd egy számot. Uh-huh. Oké. Okay. Oh, hát ez... Hány másodperccel a kezdés után lőtték a világbajnokságok történetének leggyorsabb gólját? Ez nagyon rövid. Ez nagyon rövid. Rövid. Igen? Amit... Hát ez nagyon rövid. Azt szerintem az nem 8-8, ez nagyon hát most úgyse tudjuk, hogy ez csak tippelünk. Én 60-at mondtam volna. Á, nem, az meg sok. Szerintem 14. 8-at mondtam. 14. Na, lássuk akkor. 11. Pont közöttem. Nem. Tipped meg a számot, és ez most micsoda? Nem, a... Hát... Akkor 11. Ja, a legkisebb és a legnagyobb tippet láthatjátok, és hát akkor egyértelmű, hogy 11, nem lehet. Középen helyen van a helyes. Hát a 8-al az nem volt. Ez nem rossz, nem lőttünk nagyon mellé a 8-al. Igen. Nem lőttünk, hallod, a Lehel mondta a 8-al, te pedig azt mondtad, hát biztos, hogy nem jó. Én 15-öt mondtam, 14-et. Hát hogy az rövid, hogy az, na, hát az nem jó, nem is volt jó, mi jó volt. Nem, hogy mikor történt. Na, mondjál. Jó, csak annyira játszunk. 1970. 2002-es világbajnokságon. Nem a török. Ez a bronz meccs, nem? Hakan Sükür. Lőtte Dél-Korea elleni bronz meccs. A bronz meccs. Nagyon felkészült játékos, hogy te miért nem játszol? Szeretném meg. Ő játszik. Én segítek. Csak én. Csak segítesz. Én tanácsadó vagyok mindig. No. Hakan Sükür. Lássuk a következőt. Hány büntetőt ítéltek meg a 2018-as világbajnokságon? Hány meccs van összesen? 64 meccs van összesen. Halkan tippeljél oda. 64. Na, sokat szoktak, vagy nem sokat szoktak? Hát a 2018... Nem, Leila, törölj. Ezt nem hiszem el, te. Most ez az én tippem volt. Mennyi tippelt? Miért most az olyan rossz tipp? Sokkal több volt szerintem. Tényleg? Na, de mit tippeltek? Hát 64 meccs. Lejárt az idő? 16. Na, mi minden negyedik meccs. Mondjuk, hogy sok volt, nem emlékszem. Na, lássuk a legkisebb, a legnagyobb tippet, és akkor középen lesz majd az igazság. Szerintem 20-25. 29. Ezt mondtam el, ezt nem hiszem el. A soknak számít egyébként? Sok. Hát az azt jelenti, hogy majdnem minden második meccsen, hogyha 64, igen. Az lesz, az lehet 46. Figyelj, én átgondoltam, és te is tudtál volna regisztrálni. Ja. Ennyi. Na, a közepe a jó? Ajajajajaj, mi lesz azzal az utalvánnyal? Ki kíván ez meg lesz nyelv az utalvány egyébként. No, lássuk a hetedik kérdést. Ja, múltkor nagyon sok hibás... Hány másodperccel a kezdő sípszó után osztották ki a világ leggyorsabb piros lapját? Na, ez tök ízgi szerintem. Milyen egy? Egyet. De most hallod, ez mindenki hallotta. De ez most félrevezetjük a... Számra csapok.
Neked is jár a piros, azt üzeni. Én megkaptam most a piros. Egy másodperc után egy piros. Igen, igen. Igen, majd mindjárt mondom, hogy miért. Na mondjad, hogy miért. Szerintem azért, mert a valami olyan szabálytalanságot követett el a játékos, amit tudott volt már a sípszó előtt, és a játékvezető ugye akkor adta a piros lapot, amikor belefújt a sípjába utána. Igen, ez konkrétan úgy történt 2000-ben, hogy a bíró felhívta a játékosok figyelmét, hogy nem tűri a káromkodást. Aha. És beleszólt a sípszóba, de az egyik játékos füle mellett sikerült ezt tennie, aki felkiáltott, nem tudom, nem idézem, de hogy... Értjük. Káromkodott egyet. És akkor az kettő másodperc, jó? Kettő másodperc. Megint nem tudod, hallod? Már megint nem tudod. No, lássuk akkor a mai utolsó kérdésünket. Na, hány millió forintnak megfelelő összeget nyer a 2022-es világbajnokság győztes csapata? Hát mondjuk én ezt dollárban tudom, úgy készültem, de majd mindjárt meg. Jó, de ez millió, és ha várjál a millió forintot, tehát úgy kell 15, és akkor nem kell a milliót, tehát a nullákat. Nem kell. A nullákat nem kell. Nem, hát ha 1 millió dollárt nyer, az 400 millió forint. Hány millió forint? Tehát 10 ezer millió, tehát szerintem 10 milliárdot. Na, hát akkor érjük. Hát az idő! Hát ezt nem hiszem el! Te eldumáltad, és kivetted a kezemből a telefont, és ennyi. De miért kell bele? Végig járhatod a játékodat, maradjunk ennyiben. Igen! Pont el. Hogy belemészel a kiértébe. Ennyit mondtál volna? 10 ezer? Panikó, remélem eljössz velem. 10 milliárd forint. 10 milliárd forintot. Ott a helyes középen. 16. 42 millió dollár. Én ezt dollárban néztem. Tehát 16 milliárd. Annyit kap a szövetség, nem? És látod, nem kellett volna a nullákat beírni. Tehát nem a csapat kapja ezt. Ezt kérdeztem. De be kellett volna, ott volt a helyes, az 16 milliárd forint. Tehát a 6 darab nullát, a milliót lehetett lehagyni. Igen, de csak a 16676-ot kellett. És ezt elosztják a játékosok között? Egy játékos 1 milliárd forint? Hát nem tudom, hogy ilyenkor ez az osztályosztálya. Az jó lett volna, csak nem küldtem be. Ezt igazából a szövetség kapja, tehát a labdarúgó szövetség, és az meg ugye valamennyit kioszt a játékosok, meg a edzők, meg között. Hát azért rosszul nem jár. De hát rosszul nem, egyértelmű. De amikor te válogatott messze... Kivéve, hogyha Katar nyer, ugye, és elvileg ők engem nem érdekelt a pénz. Támogató cég. Nem az érdekelt. Én ingyen fociztam a válogatottban majdnem mindig. Igen? Mindig. Hát de sokszor, egyébként tudod, volt egy időszak, amikor nem volt prémium, és... Csak hát, se rosszul voltál rossz helyen? Nem ez motivál. Hát, igen, mondhatjuk. Ilyen szempontból igen, ilyen szempontból igen. Sajnos én a 90-es években voltam. Megjelentek a pontjaim. Na! Korszak volt. Mondja. Nézzük akkor hát a videót, listát. Hogy most mondom, nézzük a listát. Most mondom, hogy nyertél. Nem fogok, mert az utolsóra nem tippeltünk. De, jó, jó lesz. Ott lesz a 3000. Látod? 5004-jel, látod? Mondom, hogy nyersz. Az Joki vagy Joki? Legyen Joki. Várjál, mert most meg kell néznünk, hogy nyerte. És megvárjuk. B. Csaba vagy Csaba B. 1500. Mondom, hogy simán nyertél. 1500, akkor csináltak. Várjál. B. Boros. Jugi. Hogy már megnyerje. Simán. Mondtam, hogy ennyi. 1500-öket csináltak. Simán megnyerje. Laci, megkérem, hogy mondja, hogy egyébként hány pontot lehetett nyerni? Mi volt a maximum? Simán. Tessék, most vagy most össz vagy. 4000 pontot lehetett most legfeljebb gyűjteni. 4000 pont. Tehát B. Boros a harmadik helyel, aki egyébként 8000 forintos utalványt kap, mert ezt nem mondtam el, a negyedik, ötödik helyzet pedig 5000 forintos utalványt kap. Joki, és Csaba B, ők 5000 forintra számíthatnak. Mondom, simán, de nem is akárhogy. Gyertek. 1000 ponttal előzted meg. Most vicceltek. Laci 2219 ponttal, 10000 forintért. Ez a millió celaci. Költhetem utalványt majd. És lejjjjó! Hát ezt írjuk át leherre. Én kérek elnézést. Bocsánat, nem gondoltam volna, nem ezért akartam játszani. És természetesen majd csúsztassuk előre azokat a második, harmadik, negyedik helyezettet. Vagy akkor Laci nyert, igen. Tehát én csak a játék kedvéért gondoltam, hogy szeretnék játszani. Bocsánatot kérek mindenkit. Én akkor mi van egyébként? Kérdezem a stábot. Nem, de közösen sajnos az eredmény alapján, ez így alapul. Látszik le. Természetesen na, mindre, a játékszóval értelmében nélkül feljebb fogjuk majd csúsztatni a másik. Feljebb csúsztak, feljebb többiek. Egyik, ahol már nyertünk, mi nem? Akkor valamit kapjuk már mi is. Azt a mindenit leáll. No, hát figyelj, kérdjenek. Megnyitottam itt a vendégeket, ja, meg, hogy na, mi is kfc-zünk. Én most egy pillanatra elköszönöm. Adás után, úgyhogy valójában mi is
Leila így is úgy is megnyeri ezt a vacsorát, mert hogy itt a forgatás. Na, akkor most no, és utána majd a lényeg fel, hogy ajánlja fel valakinek, hogy, hogy mégiscsak helyén legyen. No, gratulálunk mind egy nyertesnek, mert szerintem egy vicces helyzet volt, és ezt köszönöm, hogy nem bundáztuk meg. Leila tényleg itt az adás alatt találta ki, hogy ő szeretne játszani. No, hát a VB alatt fokozottan kell figyelnünk, sajnos csalásokra is például nagyon sokszor kapunk, még pláne a VB-vel kapcsolatos spameket, pláne azoktól mondjuk, akik mondjuk úgy döntenek, hogy tippennének, vagy szeretnének valamilyen játékban részt venni, ők nagyon-nagyon rosszul járhatnak, ezekről fogunk beszélgetni a következő percekben. A VB legfontosabb híreit a Kia szállítja. Akit köszöntünk itt a stúdióban, Leilát gyorsan lecseréltük, de ígérem, hogy csak egy nagyon rövid időre, aki az STFH, vagyis a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának az igazgatója. Nagyon szigorúan hangzik egyébként ez a hatóság, mivel is foglalkoztok. Az is. Az is. Azon túl, hogy kiberbiztonsággal is foglalkozunk, de mi vagyunk a szerencsejáték felügyelet is. Úgyhogy akár milyen szerencsejátékról van szó, ott szemeinket a képernyőre tesszük, és fokozottan ügyelünk. De egyébként a kiberbiztonság az a, az, az egyik komoly témánk, amivel foglalkozunk. És ilyenkor VB kapcsán egyébként a múlt adásban is beszéltünk róla, de majd kíváncsi vagyok a fiúkra, hogy egyébként ilyen tippelésekben részt vettek. Hajjaj, úgyhogy nagyon izgalmas téma, nagyon kíváncsi vagyok, és bele is fogok biztos szólni, ha nem marad szóla. Sokan csúsznak bele egyébként ebbe, hogy mondjuk nem biztos, hogy az ellenőrzött portfólión vagy felületen szeretnék megtenni ezeket a téteket, hanem mondjuk nagyobb a cakit, csak akkor máshova. Vannak ilyen típusú ajánlatok, meg befutnak ilyen típusú síralmak? Nagyon, tehát minden ilyen világesemény, mint például most a VB, iszonyatosan rákattannak a kiberbűnözők, tehát hihetetlen mennyiségben kezdenek el spammelni, szerencsejátékot hirdetni minden felületen gyakorlatilag. Most egyébként pont azt néztük, hogy, hogy gyakorlatilag ezek az e-mailes csalások, ezek már elindultak tavasszal. Tehát mert tavasszal elkezdődött ennek a felhájpolása ennek a sztorinak, és akkor ilyenkor, amikor ugye most mindenki benne van, elindult a VB, stb., most aztán még inkább érezhető az, hogy egyre több olyan üzenetet kapunk, teljesen random módon, teljesen véletlenszerűen, amiben azt mondják, hogy mi vagyunk a FIFA rendezőbizottsága, szervezők, és akkor a szervező nevében tájékoztatnak arról, hogy egyébként részt vettünk egy sorsoláson, és nyertünk $1,5 millió. És akkor azért szeretnének... Csak megadom az e-mail címem, nem meg a... Azt hagyjam, de és akkor azzal hívnak fel, hogy akkor szeretnék azt, hogy akkor pontosan mi a telefonszámom, hol lakom, mi a bankszámlaszámom, és egyébként hogyan tudják azt megoldani, hogy logisztikailag akkor a pénzt átutalják nekünk, amihez azért bekérnek rengeteg adatot. És ugye ez egy óriási nagy átverés, hiszen... A mai világban ezt még valaki... Igen. És képzeljétek el, hogy igen, ha csak abba belegondoltok, hogy csinálnak egy ilyet, mondjuk szétküldik random módon mondjuk 10 millió e-mail címre. És ha csak kettőbe jön mondjuk. Így van, ha kettőbe jön, de jöjjön be mondjuk 1000, ha 1000 bejön, akkor már az extra profitjuk megvan rajta. És ez a nagy számok törvénye alapján dolgoznak, de mindenben egyébként ezt látjuk. De hogy károsítják meg pontosan? Hát úgyhogy megadod az adataidat, és onnantól igen, ezt a kopészre veszed, hogy nincs a számládon. De milyen, hogy a számláról leveszik a pénzt, vagy a kártyáról? Ugye az a helyzet, hogy annyira naívak az emberek, hogy elhiszik azt, hogy például te nyertél, és ahhoz, hogy nyerjél, már úgy értem, hogy meg is kapd az összeget, az neked meg kell adni a bankszámla adataidat. Sőt, még lehet, hogy el is kérjük a kártya adataidat is. És elkéri a kártya adataidat, akkor abban a pillanatban gyakorlatilag ő már hozzáfér nagyon sok mindenhez. De ennél még rosszabb a helyzet, mert van olyan, és láttunk erre vonatkozóan is példát, hogy olyan csalást csinálnak, hogy rátelepítetnek az eszközödre, akár mobiltelefonra, akár számítógépre valamilyen programot, és azon keresztül távolról hozzáférnek az eszközödhöz. Tehát, hogy hihetetlen kifinomult dolgok vannak, és ezt nagy tételben csinálják, és irdatlan mennyiségű pénz. Hát ugye egy világbajnokság, ugye itt beszéltünk róla, hogy mekkora pénz mozdul meg gyakorlatilag. Tehát most ez mindenkit azért egy picit megmozgat. Tehát azért ez egy pszichológia, hogy az ember kíváncsi, hogy tényleg ugye mi van tudjuk, mögötte. Ha valaki ott van a környéken, akkor 120 ér azért csak vesz egy jegyet. Akkor most figyelj, már a most 1000 forintért nem tippelek egy valamit. Vagy a másik az, hogy ugye amikor jegyet, tehát hogy azzal keresnek meg, hogy akkor te nyertél jegyet. Mindenki szeretne jegyet, hiszen el akar jutni a VB-re,
Érti, egy jegyet elutaztatunk oda, de be kell hozzá fizetned ennyi pénzt. Mm-hmm. Tudod, és akkor átutalod a... És ezt is még van, aki elhiszi. Abszolút. Átutalod a pénzt, és érdekes módon nem jön mit a jegy. Mit tudtok tenni? Nem... A hatóság mit tud tenni? Egyrészt, ha engem kár ér, akkor hozzátok fordulhatok-e? Vagy fogyasztóvédelemhez, vagy mi a menete ennek? És egyébként van-e olyan, hogy utoléritek azt, aki megkárosít, hiszen sok esetben mondjuk külföldről jönnek az ilyen típusú... Abszolút, és erre ezek szervezett bűnbandák, tehát hogy nehogy azt gondoljuk, hogy ezt most otthon valaki kitalálja és megcsinálja kis üzembe. Ezek nagy üzemi dolgok. És alapvetően ugye, mivel nagyon nehéz technikai oldalról megfogni ezt a dolgot, tehát a leggyengébb lánca mindig az ember. Tudjátok, és akkor az ember oldaláról lehet ezt megfogni. Hogyan? Az, hogy elmondjuk, hogy oktatjuk, hogy számos tippet adunk, hogy hogyan kerüld el, tehát ez a prevenció, ez hogyan tud eljutni az emberek, ez az a legnagyobb kérdés. Máskülönben egyébként nem lehet megfogni. A rendőrségnél ugye lehet feljelentést tenni, de hát nagyon ritka, tehát egy kezemben meg tudom számolni azoknak az eseteknek a számát, amikor ezt felderítik. Tehát rendkívül nehéz ezt felderíteni. De egy IP cím alapján sem lehet ezt beazonosítani? Nem, mert ugye olyan technikákat használnak, ahol elrejtik magukat, anonimizálják, meghamisítják a feladót. Tehát, hogy rengeteg sok olyan trükk van ugye az interneten, amit lehet használni annak érdekében, hogy te ne tudd meg, hogy ki a pontos feladó. Készítettünk is mi is egy kis figyelemfelkeltő videót, amiben összeszedtük azt, hogy mire érdemes figyelni ilyenkor. Az STFH tanácsai a VB alatti biztonságos netezéshez. A csalók az adathalász leveleikben gyakran pszichológiai trükköket is bevetnek. Jótékonysági szervezetekre vagy COVID-járványra, ismert, hivatalos szervezetekre hivatkoznak a leveleikben. Néha azt állítják, hogy a világbajnoksággal kapcsolatos nyereményjátékokon automatikusan vettél részt. Gyakran azt kérik, hogy levélben vagy e-mailben keresd fel egy ügynöküket. De ne feledd, ha nem regisztráltál egy sorsoláson, akkor nem is nyerhettél rajta. Még akkor sem, ha hiteles tűnő e-mailben állítják az ellenkezőjét. És bármi történik, soha ne add ki személyes és pénzügyi adataidat e-mailben, cseten és telefonon sem. No, ezekre érdemes tehát figyelni. És akkor beszéljünk egy kicsit az elmúlt napok történéseiről, és én elsőként talán a németeket hoznám elő. Lothar Matthäus szerint a katari világbajnokságon a Japántól elszenvedett vereség oka, hogy zavarta a német játékosokat a háttérzaj, és ez alatt sok mindent ért egyébként, nyilván nem a meccsen lévő háttérzajt, hanem itt a mindenféle politikai hajcihőt, ami körülvette a németeket a meccs előtt. Ugye, ami végül napvilágot látott, és sokan láthatták egy fotót, mi is meg tudunk erről mutatni, hogy a meccs előtt ugye csukott szájú, vagy hát elzárt szájú fotót tettek közzé, aminek ugye az volt az oka, hogy a csapatkapitány szeretett volna egy karszalagot felvenni, ami szivárványos, de ezt megtiltotta a FIFA, ők pedig így tiltakoztak a komplett csapat, hogy már pedig szólásszabadságnak lennie kell. Nagyon sokan hát ezt vetették a szemére egyébként a németeknek, hogy lám-lám nem a politikával kellett volna foglalkozni, hanem mondjuk lehetett volna jobban odafigyelni a meccsre. Azért hát az összefüggés valószínűleg, hogy nincsen a kettő között. Szerintem se egyébként, mert akkor ilyen alapon ugye a hasonló módon gondolkodnak az angolok is. Ott is ugye az utolsó pillanatig úgy volt, hogy szivárványos karszalag lesz, az angolok megnyertek 6-2-re. Tehát ez téma, most akkor az angolok... Ha nyersz, akkor bármit lehet, nem? Ez nem az a pszichológia? Nem adja azt ezen, futballistaként nem adja azt ezen. Hogyha nyersz, akkor bármit lehet. Hogyha veszítesz, akkor hát, viszont ha veszítesz, akkor valamit ki kell találni, hogy miért veszítettél. És én szerintem ez egy ilyen... Mondva csinált. Külső ok, amit behoztak ok, és összehozták a vereséggel. Én így gondolom, aztán lehet máshogy gondolja, én így gondolom, hogy nem ez volt az. Nem csak az, hogy te már, tehát láttad, hogy ez nyilván megbeszélt. De most azért, mert odarakták a magukat. Nem csak ez, hogy ez téma az öltözőben, és amíg téma egy ilyen dolog az öltözőben, addig nem a focira figyelsz. Ilyenkor egyébként kidönt egy csapatnál a szövetségi kapitány, a csapatkapitány, szavazás van erről. Ez szerintem szövetségi szinten ment. Tehát ez föntről, és akkor... De föntről megmondanák a focisták, hát, és a focisták, ha a focisták egyetértenek, de hát kell az egyetértés, gondolom a focistákat, de azért ez szerintem egy föntről jó, de erre akkor volt. Ezt egy picit beszéljük meg ki, hogyha van itt köztünk valaki, aki csinált már ilyet valaha. Szóval, hogy valóban megzavarhat egy focistát az, hogyha most tök mindegy, hogy nem kell politikai ügynek lennie, de hogy eltereli a figyelmedet, hogyha valamilyen akármilyen ügy, téma, azon én, kívül, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kis ügy. Tehát itt a játékosok 99%-ban foglalkoztak a meccsel, azzal, hogy most
Egy mondatra erejéig szóval tudják, hogy gyerekek, akkor most kiállunk a ezekért, meg azokért a jogokért. Én nem tartom én ezt egy ilyen problémának. Én biztos, hogy ettől még túltenném magam, és nem befolyásolni. Az én teljesítményemet, ez semmi. Mondom egyébként a nézőknek, hogy itt a háttérben FIFA szimulációt láthatnak. A ma esti Anglia-USA meccset játsszuk le, hogy a FIFA szimuláció szerint igen, egyébként hogyan működne. Nem jött be. Nem csak múltkor nem jött be, de most az mert a fagypörögén, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Szóval zavaró vagy nem zavaró szerintetek egy ilyen? Én szerintem még sokkal profibb játékosok annál, mint hogy igen, egy ilyen csapat döntés, hogy most így fognak viselkedni, az bármilyen szinten is a játékukra, a minőségre rányomná a bélyegét. Én ezt nem tudom elképzelni, és sportolóként. Németországban ez egy kiemelt téma, kezdjük ott. És az, hogy te az újságokban, a tévében mindenhol ez jön veled szembe, hogy majd a Manuel Neuer viseli a kapitányi karszalagot, vagy nem viseli, ezt kizártnak tartom, hogy ez ne szivárogjon be az öltözőbe. És ez egy megbeszélt akció volt. Ez de is ő nekik ez természetes dolog, hogy ő fölveszi ezt a szallagot. Azoknak, akik ezt megírják, hogy betiltják, és nekik azzal kell foglalkozni. De pontosan, tehát itt ez egy konfliktus forrás. Jó, értem le, és a német játékosok. Értem, hogy fontos forrás, de én akkor sem gondolom, hogy ez befolyásolja. Tehát én nem hiszem, hogy erre lehetne fogni a vereséget. Nyilván nem csak emiatt. Ezt nehéz, erről beszélgettünk persze. Sőt, hogyha egy játékos... Hogyha egy játékosnak vagy egy versenyzőnek a lelki világára gondolok, akkor sokkal inkább lehet az is, hogy ez egy kétélű fegyver, tehát hogyha dühössé teszel mondjuk egy játékost, akkor az plusz energiákat tud mozgósítani, tehát ezt nem lehet tudni, hogy mondjuk tehát egy ilyen hatás... pont, hogy doppingol, vagy akár feltúrgol? Lehet az is, tehát nekem számtalanszor volt olyan, amikor egy nagyon balanszban lévő versenyző ment ki és jól teljesített, de volt olyan is, amikor viszont nagyok voltak a hullámok körülöttem, és mondjuk akkor voltam a legjobb. Mit vártok a németektől? Mármint politikai szinten, hanem itt a VB-jön. Hát, hogyha fociról beszélünk, akkor én azt mondom, hogy óriási bajban vannak, hiszen a spanyolokkal játszanak, és a jelen pillanatban úgy néz ki, hogyha nem verik meg a spanyolokat, akkor kiestek a VB-ről. Mivel hogy Costa Rica úgy látszik, hogy itt ebben a csoportból teljesen kilóg, tehát Japán-Costa Rica van, tehát a Japán ugye megveri Costa Ricát papíron, akkor a németek, ha nem nyernek spanyolokkal, akkor elment a VB nekik. Lehel, közben végig küzdöttél a mikrofonoddal, kérlek, hogy ha szeretnéd, hogy halljunk belőle bármit, ezt közben igazítsod meg, jó? Mert eddig nem is hallottatok? Hogy az elmúlt 49 percben semmit nem lehetett belőled hallani. De lehetett, igen, csak finoman részes, amíg a többiek. De hogy teljesen elvesztette a mikrofonját a Lehel, úgyhogy hát igazi Willi, a Willi lerántott a én, persze. Itt vagyok, meg így most jó vagyok. Most nagyon jó vagy. Hova akartam csinálni? Fülemre, a te hajadra, gyere a te hajadra. Vagy a Willinek, a tincsa. Fülemre, Naján, gyere ide. Kis piercing, nem fáj. Mondj ide bele. Vagy nézd, de így fakadtok. Mit gondolsz a németekről, mert senki nem hallott. Csak mondom, hogy az angolok egyenlítettek. Egyenlítettek az angolok a szimulációval. A Willinek a gárgyát. Na, mondjál, ez a német szakértő vagy, vagy hát vagyunk. De vagy a szakértő, mi vagyunk a műsorvezetők, hogy itt te mondj. Lehel is. Próbálkozik vele, próbáljon valamit a németekről. Hát itt a Bundesmutitól én sokat tanulok általában a német bajnoki fordulók után. Én többet vártam a németektől, meg szerintem ez a japán meccs ez egy nagyon félre sikerült. Tehát én pont úgy volt, hogy az első fél időt tudtam megnézni, nem tudom, valahol mentem. És mondom, hát én úgy indultam el otthon, hogy ez 1-0 volt a fél időben, ugye? És úgy elindulsz otthonról? Úgy elindultam. Te, aki egyébként társaságban nem nézel meccset. Hogy nem tudod meg a meccs végét. A KFC-ben mentél? Az legyen az én dolgom, hogy hova mentem, Vili. Magad sem tudod, hogy hova mentél. Nem tudom, hogy mentem. És kivel? Hoppá. Igen. Na igen. Nem én azt hittem, hogy ez egy 3-0 lesz a vége. Annyira az első fél idő alapján, aztán megdöbbenve láttam a végeredményt, hogy ez 2-1 lett. Úgyhogy tényleg, amit a Willi mond, most kivételesen igaza van, tehát ez a spanyol meccs, ez egy nagyon... Ez élet-halál. Ez egy nagyon komoly mérkőzés lesz. No, a spanyolok viszont közben úgy tűnik, hogy brillíroztak Costa Rica ellen, és egy rakat, vagy hát nem is egy rakat, de azért jó pár rekordot sikerült megdönteniük, és mindenki megtanulta Gavi nevét, aki ugye a harmadik legfiatalabb VB-n gólt lövő játékos, meg tudjuk őt is mutatni egyébként, hogy,
hogy ő kicsoda, ő a harmadik legfiatalabb gólszerző, tehát csak az 1958-ban 17 évesen és 239 naposan betaláló Pelé, de kiszámolja ugye ezeket a napokat, és az 1930-as tornán 18 évesen és 90 naposan gólt szerző mexikói Manuel Rosas előzi őt meg. Óriás tehetség, vagy szerencsés fiú? Hát ismerjük azért őt már, tehát azért ugye a Barszában már bemutatkozott, és azért nem most látjuk először, nagy tehetség. Katalánoknál azért előfordul az ilyen dolog, hogy ilyen fiatalon, és Pedrit is, Pedri, tehát ez a Gavi, így, Pedri, ezt akartam mondani, ez... Pedri, Gavi, ez a kettős. Miért azért az angoloknál is Jude Bellingham hány éves, 19 éves, most nem tudom a sajnos a napokat. Hány napos? De nem, hogy 19 nem, éves, és tehát még nincs 20 éves. Hát és ott van a németeknél Mukoko, ugye, aki 17 évesen lett válogatott, tehát vannak ilyen tehetségek. Én azt mondom, hogy a mai világban, amikor a szemünk előtt történik minden, itt van a telefon, bármikor, bármiről tudsz, tehát egy ilyen világeseménynek te már nem tudsz úgy neki menni, hogy te a VB-n fedezed fel a nem tudom én kit, mert mindenkiről tudunk most már mindent, tehát olyan nincs, hogy neked a VB-n tűnik fel az, hogy mint 98-ban mondjuk a Michael Owen, aki ott robbant be a köztudatban, ma már szerintem ilyen nincs, mert mindenkit ismerünk. És kódoltan világklasszisok lesznek innentől kezdve, vagy ezek így elmúlhatnak, vagy elcsúszhatnak valami? Hát én szerintem, aki ezen a szinten van, az már egy olyan úton van. Világklasszisnak ami... még nem mondjuk, de lehet belőlük természetesen. Európai top szinten meghatározó játékosok. Az szerintem az egy egyenes út. Nyilván itt a sérülés az mindig fönnáll egy focistánál, hogy az hogy alakul, hogy befolyásolja a pályafutását, de hát ezek azért nagyon tehetséges futbolisták. Igen, egyébként visszatérve arra, hogy mutat, hogy a spanyolok ugye óriási győzelmet adtak. Ha jól emlékszem, ugye mi is 7-0-ra nyertek, ugye mi is 8-1-re nyertünk Salvador ellen, az 8-1 volt a VB-n, az volt a legnagyobb arányú győzelem, nem? Úgy emlékszem, a 86-os, 82-es VB-n a Salvador. Igen, a Salvador ellen 8-1 lett, tehát igen. Mi is. Én úgy emlékszem, hogy az volt a minden idők legnagyobb arányú VB-n elért győzelem. De nézd meg. Na nézd meg, akarod. Közben kérlek. Mondom, hogy mi volt még a rekord egyébként, amit sikerült megdönteniük. 81,8%-ban birtokolták a labdát. 11, nem 8-1. 11 lett? 11. Magyar Salvador. 11, igen. Tehát magyarul a legmagasabb aránya a VB-k történetében ez volt, hogy náluk volt a labda. 81. Hát ez a spanyol csapatokra jellemző, ugye Barcelona és a spanyol válogatottra is, hogy nem adják oda a labdát. Ugye ennek a legnagyobb... Nem adom a labdát, nem adom a labdát. Igen. Egy labda. Hát nagyon dühítő lehet az ellenfélnek, úgyhogy én játszottam a spanyolok ellen még a... mikor volt az? 2002-ben, de akkor még nem játszották ezt a focit, ezt a tiki-takát. Szerintem azért... a Vilmos mellett, a Vilmos pályafutását talán én ismerem a legjobban, mert nekem ők jutottak, én rajtuk nőttem föl a 90-es években. Szedted a labdát is nekem, ugye? Szedtem egyébként. Na, a magyar-spanyol meccsen 2002-ben én labdaszedő voltam a Népstadionban. Akkor nevezték át Puskás stadionnál. Igen. Magyar-portugálon, nem? Magyar-Portugálon, az edzésen voltam labdaszedő, ott az a Figo. Jó, régi szép idők. Igen. Na mondom, a másik... legszebb gyerekkori élményei. A másik rekordjukat, a legtöbbet is ők passzolták eddig, 976-ot. Hát ez a kettő összecseng, ugye, ez a labdabirtoklás, legtöbb passz. Igen, ez az elmúlt... Jó, tehát akkor beönzőzik a labdát, de nem úgy, hogy csak enyém. Nem egymásnak azért odaadják. Nem labdairigyek. Igen. Érdekes, ugye ez a spanyol virtus, és ugye ezt mondjuk például Guardiola, ezt talán meg tudja tanítani az angoloknak is, hát félig angoloknak, ugye egy Manchester Citynek is. Találtam még egy érdekességet ugye velük kapcsolatban, hogy Spanyolország az első csapat a Szovjetunió óta, amely egy világbajnoki mérkőzés első fél órájában 3 gólt szerzett, és ami még plusz érdekes, hogy a szovjetek épp ellenük a 86-os világbajnokságon érték el ugyanezt. A 6-0. Mármint ellenünk. Ellenünk? A ellenünk. Igen. Az a 6-0. Hát azt ne is mondd, hát az egy rémálom volt. Hát igen. Az ott szerintem nem is volt 30 perc, hanem az jóval beljebb volt valahol a 20-ban, már 3-0 volt a ugye a mexikói VB-ben, amit túl kikapni. Na hát ami Vilinek a magyar-szovjet meccs volt a VB-n, az nekem 97-ben a magyar-jugoszláv meccs, ami hát egyébként voltam. Játszott a kolléga. Ott az voltam. A 7-1. Meg utána visszavágon az 5-0. Az 5-0 Belgrádban. Kicsit kezdünk ilyen nosztalgikus. Hát ilyen öregek vagyunk. Abból lehet tudni, hogy öregszel, hogy mindenről eszedbe jut egy sztori. Na engem egyébként nagyon érdekel az, hogy ugye a spanyolok így játszottak Costa Rica ellen, de hogy a németek ellen tudják ezt a játékot tartani, mert nekik valószínűleg ez a komfortos, de akkor
ki kell lépni a komfortzónából. Hát ezt azért nem, tehát ezt a 81-19-et ezt nem tudják tartani. De az, hogy a labdabirtoklás biztos, hogy a spanyoloknál nagyobb lesz, tehát olyan 60-40 lesz, az, az hát persze, hát azért a spanyolok ezt a játékot tudják játszani, nem is olyan szinten, mint Costa Rica ellen. De azért, a Costa Rica elég gyengusz kis csapat volt, tehát azért, hogyha egy jó csapattal szemben azért más. Tehát egy kicsit, én kicsit statikusnak érzem azért a spanyol focit, tehát ez a spanyolok játékát. Egy kicsit olyan, nincs annyi ritmusváltás. Tehát ez azért csalóka, mármint, hogy... érted, mi a ritmusváltás? Hát a ritmus, hát hogy egy ütembe passzolgatnak, és nem, nincs rágyorsítás, nincs váratlan, hanem olyan, ez a Costa Rica ellen ez megy, működik, hát kíváncsi. Kotta alapján menne? Hát olyan igen, és akkor egy, ilyen, egy jobb csapat ellen azért már más lesz. Tehát én egyébként, hogyha most beszélünk, arról már sok idő nincs, látom, nálam a végig ugye most láttam az összes csapatot, nálam a brazilok magasan, top, legjobb csapat, és a franciákat érzem még most jelen például. Végignéztem most az összes csapatot, mondjuk egy meccset láttam, de én most őket érzem, a spanyolokat nem érzem egyébként. Nehéz lett volna láttam. Még két meccset látni. Már egy meccset láttam, minden csapat. Összesen egy meccset láttál? Jézus. Minden csapat. Jó, de azt ő legalább végignézni, és nem indult el. Iránból kettőt láttam, Irán nem nyeri meg a VB-t. Kettőt láttam, Irán nem nyeri meg. Ti hogyan látjátok? Meg én nem megyek el a meccs felé. Hát ezt ma, én már megvédtelek, de nem veszed észre. Igen. Mármint, hogy mit, hogyan látom? Nem, van egy fogadásunk a Willivel, ezt talán elmondhatom a nézőinknek. A VB előtt két héttel én megmondtam, letettem egy bizonyos összeget Vilmos zsebébe, virtuálisan. Virtuálisan, és én brazilokat mondtam végső győztesnek. Igen, én meg csak... És mi van, ha te is azt mondod? Nem mondja, mert nem, nem mondtam. Most már menet közben én nem lehet. Én menet közben voltam, és már nem. Mindegy, és ezt elmondod, hogy kit mondtál? Én nem mondtam senkit. Én azt mondtam, hogy nem a brazilok nyerik, ennyit mondtam. Ja, aha. Tehát akkor az a kérdés, hogy brazil ment. Nem brazil. Igen, én csak, én vagyok a mezőny összes tagja, ő Brazília. Kicsit nagyobb az esélyed. De így az első kör után egy kicsit aggódom. De még így is nagyobb az esélyed. Hát igen, így is nagyobb, mert azért még sok meccs van hátra, de a brazilok tegnap megmutatták, hogy én először éreztem azt a brazil meccs alatt, hogy élvezem a meccsnézést, tehát amit ők produkáltak tegnap Szerbia ellen. Mármint a VB-n alatt most először éreztem? A VB-n, aha, igen, tehát olyan élvezetes, jó foci volt, úgy nem... Nagyon sokszor észreveszem magam, hogy telefonozok, vagy elmegy a figyelmem, mert nem köt le a meccs. Iszonyatosan sok hosszabbítás van, és ez is kritikaként éri az idei VB-t igazából. Szakmai szemben, mert én azt gondolom, hogyha valakit érdekel egy meccs, akkor nem zavarja, hogy van hosszabbítás. Ez zavaró vagy nem zavaró, mert azt mondják, ugye a FIFA kifejezett kérése volt, hogy minden elvesztegetett percet egyébként hozzunk vissza, és a fociról szóljon tényleg minden, és ez az oka a sok hosszabbításnak. De amikor van egy 7 perces hosszabbítás, akkor a 12. percben, vagy hát a 102. percben még miért megy a játék? Tehát mert a hosszabbításnak is van hosszabbítása. Igen, de nekem nézőként borzasztó zavaró az, hogy nem tudom, hogy hol a vége. Tehát, hogy a csapatok stratégiáját, taktikáját figyelj, ez egy aranymondás, akkor még amikor a bűrő hármas sípul a hármas. Akkor csak... megnyerjük a meccset. Nem, amikor a hármas sípul a bűrő. Igen, kicsit olyan érzése van az embernek, Régen csináltak egy ilyen kimutatást, hogy ami 245 perc, és mennyi a tiszta játékidő 45 percből. És volt 20-valahány perc. Tehát azért ez valahol érthető is. Mert nagyon kevés a tiszta játék. Zavaró vagy nem zavaró? Nem zavar. Miért? Aki szereti zavar. A focit. Igen, zavar. Engem zavar, mert nem tudom, hogy hol a vége, és én szeretem azt tudni, hogy mondjuk vissza van még egy perc, igen, és ha drukkolok én egy csapatnak, akkor nem jó érzés nekem az, hogy a bíró még tovább. És nem, tudod mi a baj, mert a lehelnek ki van adva feladatban, hogy le kell vinni a szemetet, és még mondja, még 10 perc. Nem azt, hanem, hogy nem tudja, hogy a vacsorát, az mikor? Hogy mikor rakja be a mikróba a vacsorát, ez a baj. Igen, a vacsorán készül. Nehogy kiüljön, igen. Volt 24 perces hosszabbítás. Volt, hogy oda egy sérülés volt ott az irányi. Két ilyen himsavinista mellett azért könnyű. Látod, ezt most megkaptuk, Vilmos. Igen, ott az iráni kapusnak az óra, szegény eltörött az óra, és ott negyed óráig feküdt a földön. Azt is gondolnám, egyébként szurkolóként pont az ellentétje is lehet, mert játékosként is kíváncsi vagyok, hogy ez most ilyenkor még jó, vagy most már hagyjuk abba, amikor sok hosszabbítás, vagy hosszú hosszabbítások vannak, hogy lehet az ellenpontja is egyébként, hogyha éppen szurkolsz valakinek, és mondjuk nem ő álnyerésre, vagy egy gól hiányzik, hát ha, igen, most de nem tartom igazságosnak, tehát nekem ez az igazságérzetemet bántja egy picit, meg nem ehhez vagyunk hozzászokva, tehát más az, amikor ahhoz vagy hozzászokva, hogy 1, 2, 3, 4 perc a hosszabbítás, és most itt hirtelen van egy váltás,
és egyszer csak 10-12 perces hosszabbítások vannak. Inkább szerintem ez a furcsa. Lehet, hogy ugyanúgy meg lehet ezt szokni, csak most olyan szokatlan. Nekem. Nektek? Nem akarok megszállni, mert már így is már hímsom. Már így is le voltál oltva? Így is lekerüled a szemetet este. Ennyi, vidd le a szemetet. No, köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást. A nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Legközelebb kedden fogunk találkozni, 19 órakor az élő streamben, és másnap egyébként pedig a Meccs 4-en is. Legyen nagyon szép napjuk, délutánjuk, estéjük, viszontlátásra. Hogy teljes legyen a kép, a Hisense televízióit használtuk. A pályán kívüli férfi stílus támogatója a Bono.